Üdvözlöm, Jakos Krisztián vagyok. Miben segíthetek? Jó napot kívánok, Nyár Ildikó vagyok a 314-804-ről. Igen. Lukács Zila Zoltán milyen megbízást adott maguknak? Mivel kapcsolatban? Hát itt van nekem egy telefonszámot, megtaláltam, most megtaláltam a kisokosba az önök telefonszámát. Igen. És nem tetszik a gyermekem hangja, folyamatosan hagyom az üzenetet, nem kapok választ, uram. Ez a tanács. De milyen üzenetet? Halló? Nem tudom, üzenet, postahang, tetszik tudni? Hangposta? Hangposta. Tehát nem, valakinek hangposta. Nem tudom, hogy Nónai féle ügy nincs-e benne, tudja, mert ott van a tanácsháztéren az a mocsok is. Nagyon szomorú a gyermekem hangja, uram, mi ez? Lényeg az, hogy megtaláltam önöket. De kit nem talált? A gyerekemtől nem kapok választ üzeneteimre. De milyen üzeneteire? Amit adok a hangpostának, uram. Megmondjam a számot? De most tudja, hogy kivel beszél már, mint hogy a panogés, amit félszolgáltával. Igen, nekem kijött telefonszámlán, hogy kivel van dolgom, tudja? Kivel? Arról van szó. A panomgélyesével. Mert én kértem, hogy kit hívok, tudja? Onnan terült ki a panomgélyesem. Lukács Zila Zoltán gyermekemről kérnék választ, hogy miért ilyen szomorú a hangja, akár mondom a telefonszámot. Hát én nem tudom sajnos, hogy miért ilyen szomorú a hangja. Igen, nem ilyen szokott lenni, tudja? Hát ezzel kapcsolatban én nem tudok felvilágosítást adni, hogy miért ilyen de szomorú a hangja. De miért bízta meg önöket? Miért kérte a postahangot? Arra gondolom, tud választ adni. Hogy miért kért hangpostát? Igen. Hát mert gondolom szüksége volt hangpostára. Mire? Barátai sincsenek, uram. Nincsenek barátai? Nincsenek. Zsarlói vannak, barátai nincsenek. Én az édesanyja vagyok tulajdonképpen. Én nem igazából nem tudom megmondani, hogy miért kért hangpostát, és utána miért szomorú rajta a hangja. Ne, nagyon szomorú rajta hát az a ő hangja. Telefonja, nem a szeretője vagyok, uram, az édesanyja. Jó, de csokrom, hogy az ő telefonja, nem? Nem az ő telefonja, hanem itt egy telefonszám meg van adva, ha kell, diktálom a számot. Az ő telefonjáról van szó? Nem, postahangot kért egy bizonyos telefonszámra, csak én szoktam kutaszkodni az ő holmia között, tudja? És felhívtam, és azt hittem, hogy valami Rózsika fog rohanni a telefonhoz. Hát erre neki van posta hangja, ahol ott baráta sincs, Németországban dolgozik, csak egy forintja nincs. Erről van szó. Kérném a telefonszámot. Nónaik meg közben vannak ott a tanácsháztéren, ami nekem nem tetszik. A cigányok, tudja? De milyen tanácsháztéren? Itt Miskolcon. Miskolcon. Nem külföld, Miskolc. Igen. Tehát, és miben tudok most segíteni? Választ kérek, uram, mi a szomorú hang, és mivel bízta meg önöket? De hát nem bízott meg minket. Miért kérte a posta hangot, jó? Kérném a telefonszámot. 314-804. Hát ez rövid. Hát ez az én telefonszámom, innen hívom a fiamat. De nem az önét kérem, hanem amin hangposta van, azt a számot kérném. Ja, 06. Igen. 20. Igen. 31. Igen. 74. Igen. 146. Köszönöm. Szeretném, ha visszahívna, választ várok. Pillanat, uram. Pillanat. Milyen néven van ez a kártya? Lukács Gyula. És akkor miben segíthetek? Miért kérte? Lukács Gyula az neki? Ő fia? Az ön fia? Fia, Lukács Gyula? A gyermekem. Jó, hát gondolom vásárolt egy kártyát. De milyen alkalommal ilyen hangon, amilyet lead? Ilyen hangon, amilyet lead, uram. Ne törőzzön velem. Nem cirkuszista vagyok én. Akkor miben segíthetek? Minek kérte? Milyen alkalomból kérte? Hogy miért? Vásárolt praktikumkártyát, vagy kártyát? Igen. Hát azt nem tudom, hogy milyen alkalomból vásárolt. Mikor vásárolta? Ezt sem tudom megmondani, hogy mikor vásárolta, hiszen az övé. És minek vásárolta? Hogy minek vásárolta? Hát gondolom telefonálni szeretett volna róla. Kinek? 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 Ezt nem tudom megmondani. Nekem semmi válasz nem jön, már 3 hete hívom. Semmi válasz nem jön, örökké vagyok üzenetet. Ja, nem tudom, hogy... Nem talált esetleg valami szerződést? Ki a főnökük, uram, ki a főnökük? Az én főnököm kicsoda? Nem a főnököm az egész ügyek, panomgélyesemnek. Az egész panomgélyesem főnöke? Nehogy a csúcsot hívjam, tudja? Ők sem fognak tudni segíteni az ügyben. Hát de minek kérte ezt a hangpostát? Barátja sincs. Vagy a Nónai doktor volna, ami nem is doktor, Nónai ügyvéd? Aki nem is ügyvéd, csak úgy van, örökölt hely munkahelye? Nem tudom. Mikor kérte a gyermekem? Mit? Ezt a hangpostát. Dátumot kérek. Nem tudom sajnos megmondani, ne haragudjon, hát de nem arról a kártyáról. Mi ez? Nem tudni, mikor jutottunk oda és mikor jutunk ki? Valami van, nem? Nem tudok róla sajnos semmit mondani. Hát dátum indul, dátum végződik valahol. Igen.
akkor most miben segítsek önnek? Kinek fűződött el az érdeke, mert az enyémnek nem, hogy hallom a hangját, az én gyerekemnek nem fűződött el az érdeke, hogy hangfostája legyen. Hogyha, hát lehet, hogy ki van kapcsolva a telefonja, és akkor bekapcsol a hangfostát. Milyen telefonja, mikor velem lakik, uram? Velem lakik. Hát attól még lehet telefonja, nem? Minek volna? Nem egy olyan, aki a Rózsika hangját fogadja, nem egy olyan hangról van szó. Én nem tudom, ki a Rózsika. Ez az, hogy nincs Rózsika, anyuka a Rózsika, tetszik tudni? Én is azt hittem, amikor megtaláltam a telefonszámot, hogy Rózsika rohan majd ehhez a hangposta rögzítőhöz, tetszik tudni? Hát sajnos... Amikor a telefonszámot megláttam, azt mondom, Rózsikát hívom, erre bejelentkezik a Lukács Gyula hangpostája, a saját gyerekemé. Hát valami válasz? És talált szerződést hozzá, vagy csak a... Semmit, uram, csak a hangpostát, egy telefonszámot találtam. Ezt a telefonszámot. Lehetséges, hogy vásárolt egy... Nem, minek vásároltál volna, miért nem engem hív? Ha idáig Németországból elbeszélgetéssel nyugodtan meghívott, bizalommal. Jó, én meg nyugodtan fizettem, uram. Jó, én ezt értem, semmi probléma nincsen. Na, hát nincs. Kik önök egyáltalán, minek vannak? Hogy kik vagyunk mi? Igen. Hát a Pannon GSM távközlési RT. Minek ez? Mobil szolgáltató. Mobil szolgáltató. És minek a hangposta önöknél? Minek a hangposta? Hát, hogyha az olyan, mint az üzenetrögzítő az ön telefonján. Most miért nem kapok választ a gyerekemtől? Nincs 20 hát forintjuk? Hát valószínűleg azért, hát nem, nekünk nincs 20 forintunk, tehát igazából az a fő probléma, hogy valószínűleg nem hallgatja meg a hangpostáját, mert külföldön tartózkodik. És nem adják tovább, csak veszik az üzenetet? De nem meg tudjuk tovább adni, ha ő nem kapcsolja be. Meg olyan, hogy becsöngetnek, hogy fejezzem be? Jó. Meg olyan, hogy nem tudja fogadni? Ez mi is oda? Nem tudom, hogy van-e olyan, amit esetleg még meg tudunk beszélni. Van, uram, hogyha én beszélek, akkor ne szóljanak közbe, hogy fejezzem be, ne csöngessenek, jó? Ezt nem tudom, hogy mikor mondták. Nekem folyamatosan mondják meg, folyamatosan csöngetem, mikor beszélek, úgy hagyom az üzenetet a gyerekemnek. De ki egy csönge? Egy női hang, aki a megyei rendőrségen a portálfüggönyű hölgy, de felismertem a hangját. Addig filóztam, amíg rájöttem, hogy kinek a hangja. Uh-huh. Egy szőke női. Értem. Rövidhajú. A megyei rendőrkapitányság a nőjének a hangja, hallgassa meg, mikor bemondja, hogy üzenet tovább nincs. Hát ha nem adta át a gyerekemnek, akkor miért nincs tovább? Nem tud elmondani két mondatot? Nem tudom sajnos megmondani. Na erre majd törvényes választ várok. Csakorom, az országos rendőr főkapitánynak ez a telefonszám meg van írva. Halló? Igen, vonalban vagyok. Jó, tehát igazából önnek otthon van üzenetrögzítője? Volt, de van telefonom, uram. Jó, volt, de van üzenetrögzítője? Volt. Jó, volt. Akkor tudja, hogy működik. Úgy működik az üzenetrögzítő, a rendes vezetékes telefonon, hogyha hazamegy, és észreveszi, hogy van rajta üzenet, akkor lehallgatja. Így van? Igen. A mobiltelefonnál ez úgy működik, ha bekapcsolja a telefonját, akkor kap egy értesítést, hogy van hangüzenete, és le tudja hallgatni. Ha nem, igen, kapcsolja be, magyarul ön, ha otthon a vezetékes telefonjához nem ment haza, akkor nem tudta, hogy van rajta üzenet, tehát nem tudott rá választ adni. Nem tudja visszaírni azokat, akik keresték önt. Nálunk ez pont ugyanígy van. Igen, uram, csak 2 percenként leállít a hölgy, tudja, 2 percenként. Tehát 2 percenként leállítja önt, de nem leállítja a hölgy, hanem ennyi az üzenet maximális hossza. Nem a hölgy állítja le 2 percenként, és hanem a rendszer. Minek és ez valószínűleg nem a kapitányságon idő? A hölgy. Ez nem a rendőrkapitány hölgy lesz, nem az ő hangja. De az ő hangja, higgy el, az ő hangja. Nem rendőrkapitány hölgy, hanem a rendőrkapitányságon portás. Ja, portás. Hát nem tudom sajnos, szerintem én ebben az ügyben nem tudok önnek segíteni. És ki tud, milyen számot hívjak? Hát szerintem semmilyen számot ne hívjon, ez ügyben nem tudunk segíteni, a fiával kellene megbeszélni a dolgot. Hát nézze, 3 hete hívom, semmi válasz. Örökké letörölnek, meg nem tudja venni. Napközben 5-ször fölveszem a telefon, nem tudja venni. Mi ez? Hát lehetséges, hogy azóta, mivel külföldön van, és mondjuk esetleg, ha ez egy praktikum kártya, akkor az nem használható külföldön. Tehát nem fogja megkapni se az üzeneteket, semmit, tehát nem tudja ott. Hát akkor valami újabb, valami más, akkor utána szólok 3 hét után, akkor csak tudom, hogy merre van, vagy megadom az, hagyok egy telefonszámot, hogy itt ne keresse, hanem oda beszéljen, nem? Hát jó, de tehát én ezzel nem tudok mit csinálni most. Aha, szóval ez egy bűnbanda. Majd lebuktassuk, uram. Nem tudom, milyen bűnbanda. Halló?